Most még a pusztaságot láthatjuk homokbányán, ez azonban nem sokáig marad így. Egy 100-120 férőhelyes P plusz R parkoló kialakítása kezdődik meg, melyet ingyenesen lehet majd igénybe venni. A Kecskeméti Városrendészetnek központi szerepe van a projektben, ugyanis a cég üzemelteti és a kivitelezési munkát is a Városrendészet rendelte meg. Beleszkerítve ez a terület kamerával lesz ellátva, és a kamerának a végpontja pedig a Városrendészeten lesz. Tehát alapvetően egy technikai 24 órás felügyeletet tudunk biztosítani az itt parkoló gépkocsi gépjármű vezetőknek a számára. Ezen túlmenően pedig naponta több alkalommal is fognak majd a kollégák erre járőrözni a vagyonbiztonságnak a szavatolása érdekében. Aki igénybe akarja venni a parkolót, az természetesen beáll a parkolóba, egy parkoló automatánk lesz itt elhelyezve. Aki igénybe veszi a parkolót, az autójának rendszámának begépelését követően ingyen kap egy napi jegyet az automatából, mellyel egy fő ingyen tud utazni azon a napon az összes helyi járatú buszon. Sétálni sem kell majd sokat, a megálló közvetlenül a parkoló mellett található. A Kadafalvi úti megállóhelyeken lehet majd lefelszállni, nagyon közel a P plusz R parkoló helyszínéhez, és ez azt jelenti, hogy az 1-es, 11-es, 34-es, illetve a Kecskemét és Ballószög között közlekedő autóbuszjáratokat is ennek a parkolójegynek a felmutatásával kvázi napi jegyként a jegy felmutatója tudja használni. Fontos, hogy a jegyet egy ember használhatja, egymásnak átadni nem lehet. A P plusz R parkolóra nagy szükség van a forgalom csökkentése érdekében. Itt a bemenő forgalom a városközpont irányába, illetve hát nyilván ugyanúgy délutáni esti időszakban a kijövő forgalom, Kadafalva, Ballószög, akár Kerekegyháza irányába egy nagyon fontos csomópont. Azt szeretnénk elérni, hogy az a folyamatos és nagyon telített forgalom, amit a személygépjárművek generálnak, egy kicsit talán kisebb lesz. A P plusz R parkoló április végére elkészül, és legkésőbb május elején már használatba is fogják állítani.